Balázs. Jó, köszönöm. Jó estét kívánok. Olyan jó érzés, és ez most csak nekem. Jaj, na, jó estét kívánok. Kedves nézőinek és önöknek a képernyők előtt, mint láthatják, egy kicsit úgy megváltozott a stúdió képe, topzódunk a székekben. Ez azért is van, mert arra gondoltuk, illetve azt tapasztaltuk, hogy oly annyira foglalkoztatja a világot és különösen Magyarországot a szék kérdés, amennyire bennünket eddig soha. De majd most mindenki székeket akar foglalni a politikában is, úgy tudják. Azt tudják, hogy hallottam vagy olvastam, hogy Kis Péter újra miniszterelnök jelölt, mert Gyurcsány nem tudott eleget pisálni. Ennyit a székekről, illetve nem, mert úgy gondoltuk, hogy mindenki válasszon magának széket. Úgyhogy így majd egyenként bejövünk szépen, és mindenki a saját ízlésének megfelelő széket meg fogja találni. Először is következzék Hernádi Judit! Hozom, melyik legyen? Köszönjük! Mint látható, Jucci egy marha nagy banánt választott. És egyből bele is ült. Bajor Imre! Melyik legyen? Legalább a szék legyen nagy. Nagyon nagy szerepet játszom egy új magyar film főszerepét. Egy a probléma, hogy a rendező azt mondta, le kell vágatni a bajuszomat, tessék legyen! Gávody János! Itt a választék. Azt nem akarsz. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Én nem ezt választottam volna, csak mondták, hogy ezt a gyümölcskosarat választam, és... De jó választottam. Quasimodóra készül. Ugyanabban a filmben játszom. De jó, klassz lesz. Tetszik? Isteni. Kéri László! Azt a pirosat. Foglalj helyet, én itt eláldogálok. A helyzet fokozódik, most már csak a pecaszék van, meg a csomogiliszta. És te milyen virágba ültél? Nem, mucikám azt mondta, banánvirágba, én milyen nem látom. Ilyen pársemleges műsorban én mindegy, hogy milyen virágba.
Akkor is az én mozgássérült székem a legjobb. Következzen Csapó Gábor! Melyik legyen? Naimi, melyik legyen? Hát, Uszikám, hát abban nem félsz bele, gondoltam azt a... De, suba. Alul méretezetben rendben van. Kíváncsi vagyok, a Teddy melyiket választja. Mert hiszen ő jön, Farkasházi Tivadar! Igen. Köszönjük szépen. Van neked képességed a színészetre, látod? Egész hát más kinéz ki. Semmit nem változtál nyáról. Hölgyeim és uraim, 6. éve látható az RTL Klub képernyőjén a heti hetes, és ma pontosan 204-szer találkozunk önökkel. Köszönjük szépen! Mindez... Kocskolódó levélírók, azt elkezdek gyorsan írni ott, 204-szer. Ja. Ez egyben viszont már a 6 évad azt is jelenti, hogy 6-szor kellene most a többieket arra biztatnom, hogy ilyen laza nyári élményekkel dobálják meg önöket, mert hogy ugye nyár végén, uborka szezon után közvetlen mivel foglalkozna az ember, de most azt hiszem, hogy lesz, mivel összeírtam, ugye hát belpolitikai botrányok, kormányválság, bizalmatlanság indítvány, lemondás, jelölés, pucsisták, főpolgármesteri villa, főkefe, jeep, és sorolhatnám az adás végéig, de inkább akkor menjünk bele, hogyha önök is egyetértenek ezzel, csak így a hangulatot fokozandó, ez még nekem úgy tetszik, meghalt az anyósom, eszébe jutott a balta. Hozzunk a Teddynek egy másik kicsit. Kicsit még Teddy most. 3 hónapig készülődök, elolvasok 800 000 újságot, bejárok 5 földrészt, és akkor leültetek egy hókerlire. Teddy, ez miért az a tanulság, hogy nem olvasni kell, hanem széket hozni. Tudom, hogy a nyáron sokan elveszítették a széküket, de hát... Hát bizony, azt a széket, ezt tartani kell, nem lehet ilyen felületesen. És mellém ültetik a csapót. Ha megkapod az ujjat, légy szíves, mondd a fiúnak, köszönöm székem. No, pontosan megismételve 4 évvel ezelőtti teljesítményüket, 8 aranyat, 6 ezüstöt és 3 bronzot nyertünk Athénben. Van itt köztünk, aki már átélt ilyen sikert, ugye ti is voltatok olimpiai bajnokok, gondolom ti se örültetek volna. Ő volt. Hát ő. De
Csapatban volt ő is. Szóval csak az jutott eszembe, hogy biztos nem örült volna annak idején, hogyha nem azokkal foglalkoztak volna, akik nyertek, hanem azokkal, akik nem nyertek. Úgyhogy először is szerintem ez a 8 arany, meg a többi érem is egy olyan mezőnyben, ahol egyre több országban is gyakorlatilag most már minden versenyszámban tömegében vannak esélyesek, az van annyi, mint amikor 30-40 országból jöttek. Hát ez pontosan az 1952-es csúcshoz. Ott ugye, 53 országot, most meg 200. És az 16-ot nyertünk, ugye, de hát ez bőven többet ér, mert azért ma már a tényleg Zimbabwe is olyan komolyan veszi a sportot, ami ugye hát még Helsinki-ben oda se nézett. Nyilvánvaló az újságírás szereti a hülyeségeket, meg a negatívot előhozni, de a, nem is tudom, hogy ti... Nem is a negatívot, a pozitívot hozták elő. Ja. Hogy nektek mi volt, ami a legnagyobb élmény, mert én úgy voltam vele, hogy én mindegyiket megkönnyeztem, nyilvánvaló a vízilabdával elfogult vagyok, de 7-5-re, amikor vezettek a szerbek, akkor úgy éreztem, hogy na, itt most már nagyon nagy baj van, és hogy ezek után ezek a zseni gyerekek tudtak nyerni, az arra mi sem jellemzőbb, hogy másnap fönt a közértben ősüvösvölgyi vagyok, a két nagyon helyes idősebb asszony beszélgetett, és az egyik mondta a másiknak, hogy mi vízilabda nemzet vagyunk, hát ez tényleg az. Szerintem is mindenkinek ez marad majd meg, hála Istennek, mert ez volt az olimpia záró mozdulata. Ez volt a katarzis, igen. Igen, és ezt szerintem senki nem fogja elfejteni, de én nekem nem csak az aranyérmesek, az érmesek, hanem még jó néhány más teljesítmény. Tehát egy Zsivócki Attila, aki szerintem a legnehezebb sportágban, a 10 próbánál elképesztőbb erőfeszítés, nem tudok a többi sportággal összehasonlítva se közni, aki egy ilyen sportágban is hatodik tud lenni egy ilyen mezőnyben, az nekem valahol ugyanolyan szintű teljesítmény, tehát itt már azt hiszem nagy különbség nincsen. Az én legnagyobb élményemet elhoztam nektek. De te kim voltál Athénban? Ez 4 aranyat látott ez az ászló. Megőrül. Elmondom, hogy miért ez volt a legnagyobb élményem. Amikor néztem a futball Európa bajnokságot, akkor hihetetlen vágyódás volt bennem, hogy mi gyerekei mikor fogják azt megélni, hogy kifestve ott ülnek a mi nemzetünk fiai. És itt Athénba kérlek szépen módosult a mondás, ugye van az, hogy annyian vannak, mint az oroszok. Annyian vannak, mint a magyarok. Annyian vannak, mint a magyarok. Na. Ezt lehetett mondani az összes meccsen. Volt egy... Te ott voltál, Teddy? Há, persze. Hát most pont ott ne lett volna. Arra nem írtak róla a lapok, semmi. Athénba jártunk, most bementünk a kézi nem olvasult. Nem, hát vasárnap szóltam a Vivinek, hogy mi lenne a kedden, kimennénk az olimpiára. Azt mondja... Veszek babékos, őt mondtam, Mimi, és kimennék. És csinált egy jó leves. Nem kérdezte, repülőjegyünk van, mondom, nincs. Azt mondja, belépőjegyünk van, mondom, nincs. Azt mondja, szállásunk van, mondom, nincs. Azt mondja, te nem vagy normális, mondom, hát ha az lennék, akkor nem lenne és ilyen. És vagy gyalog elindultatok, vagy hogy? Vagy? Kocsival, hát a Vajdaságban most jó magyarnak lenni. Igen. Igen. Ott átverekedtétek magatokat. Meg volt az első aranyérmes. Ott rögtön 2 métert mentél a határon túl, ma bokrokból bemértek a rendőrök, az 6000 forint volt. Utána éjjel nagyon jó az út, tehát gyakorlatilag Újvidék és Nis között 15 motelbe mentünk be. Bármelyikről meg tudom mondani, hogy milyen, melyikbe érdemes megszállni. A Nisibe. Egyikbe se. Egyikbe se. Utána elmész Macedóniába, csak 200 dollár a vízum, tehát olcsón átmehetsz. A 180 km-es ország pont úgy néz ki, mint Nagy Sándor korában. Ki van emlékszel rá. Nincs benne semmi, egy tábla van a határon, hogy Stobbi 108 km kávé-vécé. Tehát az valami nagyon elit hely lehet, és 108 km-t mész, addig nincs semmi, és akkor van egy nyíl, hogy Stobbi, tehát le kéne menni az útról. Tehát gyakorlatilag az egyetlen vécékben nem voltam. És akkor már is ott voltunk Athénben, ahol viszont nem volt jegyünk, nem volt szállásunk. Hogy szerezti jegyet? Ha oda ment a pénzt, az vett egyet.
Ugyanis arról van szó, hogy nyilvánvaló, én szerintem hát logikus, ugye amelyik csapat, két csapat a döntőbe került, vagy a, amelyik játszott, arra lehetett az jegyet. Nem lehetett jegyet, mert előre meg kellett venni a jegyeket, viszont nem tudtad, hogy mikor játszik a csapatod. És akkor a szerencsétlen szurkolótáborok próbáltak egymáshoz seftelni, hogy kicseréljék egymás a jegyeket. És te mit adtál? A vízilabda döntő az utolsó pillanatig nem volt jegyünk. Puszi. Illetve két jegyünk volt, az Attilával meg a Mimivel voltam, és mi az Attilával úgy döntöttünk, hogy a Mimit érdekli legkevésbé a vízilabda. Csak akkor a két öreg azt, hogy miért mondta a közértbe, hogy mi vízilabda nemzet vagyunk. És a plakán ülünk egy kocsmába, és megy egy nő háttal. Azt mondja Mimi, azt mondja, ott megy a spanyol királyné. És ő volt a szenyóra. Mondom, nem, azt mondja, ott megy a spanyol királyné. Mondom, ne hülyéskedj ki, mi hátul megismered a spanyol királynét, azt mondja, hogy megismeri hátul a spanyol királynét. És utána rohantam, és ő azt volt. Azt mondta, farkas. Tényleg? És akkor is tőle kérdés, hogy gát, vagy mi? Nem, hát adja oda Juan Carlosnak a jegyét. De ne arra, hogy Teddy, hogy megjelezem a sztori. Nem, erre nem is gondol. Hát, hogy rohantál? Tudnám mutatni? Hogy rendesen rohantál? Rohantam. Azt mondja a királynő a sofőrnek, lassítsunk le, mert jön a falkasár. A spanyol királynőké leszépen egy cekkel a karján nézegett a kirakatokat. Tehát könnyen utolértem, egyedül, a biztonságért messze voltam. Csokkolom. Szintén ide? Vagy hogy? Nem, mutattam, hogy volt te póló, hogy izé adjon a jegyeteket. A spanyol királynőnek? Hát hiszen ő volt ott. Na, egy órával a meccs előtt kaptunk egy jegyet. Tőlük? Nem tőlük. Két napig hajkuráztam ezt a harmadik jegyet, és akkor végre odaértünk, az utolsó pillanatban lehuppantunk, és amit mondtál, 2,5 perc múlva... Már 0-3 volt a meccs, szermeknek. És én egyenesen le akartam ugrani, a tribün legtetén ültünk, tehát ennél szebben nem lehetek öngyilkos, hát... Azért én örülök neki, hogy pontosan annyi érmet nyertek, mint Sydneyben, mert hogyha egyel kevesebb vagy több lett volna, lehetősége lett volna egyik vagy másik tábornak azt mondani, hogy lám, akkor ez volt vagy az volt, és ezek szerint a sportolók tettek legtöbbet azért, hogy ezt a legalább egy területet kivegyenek ebből a hülyeség őrület mezőből. Ezek szerint a kollégáit tettek árok betemetésére legtöbbet, mert bebizonyították, hogy mind a két kormány alatt pontosan ugyanolyan teljesítményre képesek. Én még azért egyet meg szeretnék említeni, hogy fenntartom én méreteim és jellegem ellenére eléggé idealista kis romantikus lény vagyok, és nagyon meg tudom könnyezni a győzelmet. Sajátomat nem tudtam, mert egy... azt sosem tudtam, az valami miatt, azt nem természetesnek vettem, de azt nem. De azért senki nem beszél arról, hogy büszkék lehetünk a 8 aranyére, büszkék lehetünk arra, hogy kik nyertek, és azért a szívem csücske, meg kell, hogy mondjam, lehet, hogy elfogult vagyok, a női kajak 4-es, ami nem nyert nekem meg, mert ennyi csinos lány, aki összejött a Bóta Kingától a Kovács Katig, csak a jó... volna rajtuk, az volt a zavaró nagyon. Egyetlen nációban nem volt ennyi csinos lány, mint amit mi produkáltunk, és azért szerényen megjegyzem, hogy a Kovács Kati előtt meghajtom fejem, mert egy ugyanolyan világklasszis kajakos, aki 3 ezreddel veszít a Natasával szemben, és ezért egyéniben ő nem nyert, és ugye itt a különböző problémák, amik voltak, ezt pszichésen föl tudta dolgozni, és mindig mosolygott és örült. Én annyit üzenek, mint volt sportoló, hogy birka egy természetem van, de azért én ezt nem bírtam volna. Júci, csak azt akarom kérdeni, te tévén nézted? Nézegettem. És te a szülőföldeden láttad meg a napvilágot? Ezt mondta... Ezt volt egy nagyon édes magyar riporterné. Ő mondta ezt, hogy... Bernie mondott különbet is. Igen. Amikor azt találtam mondani, hogy elcsodálkozott, hogy a görögök megtapsolták ciprusiakat, majd utána az, hogy érdekes Máltát, nem pedig az is Szigetország. A legnagyobb mondás kalapácsvetésben volt, mert az egyik dobás azt mondták, hogy a végén lelassult a szer.
Hát van az úgy, van az úgy. Tudod, mikor a földbe bemegy, igen, akkor egy, az igen, egy kicsit lassítja. Igen. De a legnagyobbat egy vízipólos mondta. Mit mondta? Ennél szebbet én még soha sportolótól nem hallottam, nem fogom tudni úgy visszaadni, hogy a kis Gergő ezt mondta. Kérdeztek tőle valamit, hogy a döntő mi a véleménye, azt mondta, most nem szakmázom, magyar vagyok, apa vagyok, fiú vagyok, boldog vagyok. Három magyar súlyemelőt közöttük egy ezüstérmest dopingolásért kizártak. Fazekas Róbertől és Annus Adriántól pedig dopingvédség miatt vették el olimpiai aranyérmét. Annus kijelentette, hogy nem adja vissza az érmet, ami az olimpiák történetében példátlan. Ahhoz, hogy a magyarokat az átlagnál is jobban vizsgálták, egy tökéletes angolsággal megírt, Szombathelyről feladott feljelentő levél is hozzájárult. Hogy milyen szép ez, nem? Én átéltem azt, hogy jöttek a keletnémet, ugye, meg nyugatnémet sportolók, és nem tudtam, hogy derdidász van, mert valamivel nagyobb volt a kislány, mint én, és mélyebb volt a hangja. Tehát hagyjon engem a hülyeségeivel, de azért ennyire ne. De ennyire azért ne legyünk rugalmasak, az egyik csempész nem mondja a másik csempészre, hogy te piszkos csempész. Szóval azért... Az mindenkélek szépen. Amit te mondasz, én ezt mind értem, csak nem kellett volna ennyire látványosan belekeverednünk, mert ennyi na, hazudozás, hát sumákolás, mint ebben na, a 10 hát napban, az. Akkor meg valaki szóval azért leegyszerűsödik valahova, vagy volt, vagy igen, nem volt. Tehát ezred rangú dolgokról hallunk össze-vissza, vagy nemzeti hős kell csinálni belőlük, van ilyen forgatókönyv, és ezt is hallom reggeltől estig, vagy pedig valami mégiscsak történt, de ennyiféle ez igazság egyszerre néhány ember ügyében nem lehet. Vagy. Nem? Hát a vagy-vagynál mindenképpen sajnos az szerepel, ugye, hogy a labdarúgásban a taccsot dobni kell kézzel. Na most, hogyha valaki berúgja, utána hiába magyarázza, hogy abból nem lett gól, nem lehet rúgni, mert az a szabály. Tehát az, hogy valaki eljön a dopingvizsgálatról, ez egy nonsense dolog, teljesen mindegy, hogy milyen. Én azt hiszem 7-szer vagy 9-szer voltam életemben. Montrealban egyszer voltam tényleg úgy, hogy 9-től 10-ig játszottunk, és hát, hogy szerényen mondjam, ugye Pavlov-féle reflex, az ember beugrik a vízbe, akkor pisil, tehát kijön az emberből az, ami benne van. És a meccs után elkezdtem ugye inni a folyadékot, ittam, nekem sem jött, ugye, ez volt 10 órakor, 3:30-kor tudtam végre pisilni, hozzá kell tegyem, hogy közben volt olyan, hogy megittam egy liter narancsjuszt, arra megittam 2 sört, és olyan hasmenésem volt, hogy azt tudtam, hol vagyok, de pisilni nem. És ezt nem fogadták el? Azt nem fogadták el. Hát, azért mondom, hogy... innentől kezdve... Nem kell a műsorban a reklámokról beszélni, de most ugye, hogy reggeltől estig ezekről az esetekről beszélünk, nem tudom, hogy észrevetétek-e, állandóan megy egy reklám ezzel a szöveggel, hogy ne hagyja, hogy kedvét szegjék a vizelettartási problémát. Igen. És képzeld hát el a... felértékelődött a pisi, az biztos. De ma már... Van egy objektív értéke. Tényleg csak azért, mert ez egy vidám műsor, hogy ne szomorkodjunk annyira, mert itt tulajdonképpen arról van szó, hogy szerintem, hogy vannak gazdagabb nemzetek, akik ezt ügyesebben csinálják. Pontosan amatőrök vagyunk, ennyi a történet. És lebuktunk, vagy lebukunk, és ez bebizonyosodik, akkor rendben van. De amikor Lars Riedel azt mondja, hogy magyar maffia, akkor az előbb konzultálja meg a Dieter Baumannal, akit szintén elkaptak, vagy a volt azért német úszónőkkel, tehát nem kéne... Azt lehetne mondani, hogy ebből az esetből az volt a tanúság, hogy minimum 4 millió férfi visszakapta otthon az önbizalmát Magyarországon, mert azt mondhatja otthon, hogy anyukám, világrekordot nem tudok dobni, de pisilni azt igen. Van egy másik előremutató jel a dologban, ugye most mindenkit az izgat, hogy ki itt a Szombathelyről ezt a feljelentő levelet remek angolsággal, és egy biztos, hogy nem igaz, hogy minden szombathelyi nyelvvizsga bizonyítvány hamis, ugye? Mert... És azt tudjátok, hogy mi lesz az érettségi tétel 4 év múlva? Na. Hogy hány olimpiai aranyat kell nyernünk, hogy 10 meglegyen. Nem, hát 2 aranygép lesz, az egyik hozza, a másik vizi. Nem. Egyik szerdai napilapban találtam egy ilyet, hogy ki evette az anabolikus sztereodomból? Ki itta meg a vizelet mintámat? Ki törül között a gázdezsóba? Ki aludt a láng? Minden benne van. Én meg interneten találtam ezt, bocsánat. A pisi az a folyadék, amelynek hiánya oldja az aranyat. Hadd mondjak én is valamit, tényleg csak egy mondat, hogy én, te persze, hogy én se, de
a Dudi mondta a beszélgetés elején, hogy ő egy nagyon érzelmes nagy darab maci, aki úgy nagyon tud sírni. Én is minden alkalom, amikor állnak a dobogó tetején, természetesen akár milyen helyzetben ők fölállok, és bizony én is elpityeredem. És ugyanígy voltam a Fazekasnál meg az Annusnál, és egy biztos, hogy ez az amúgy is ilyen nagyon rossz időjárású nyár, után ez valami, szóval nekem, én egy kedélybeteg ember lettem ettől a két esetben. Szóval elvettek tőlem valamit, valami illúziót, valami pluszat. Szóval egyszerűen ugyanúgy éreztem magam a két eset után, mint egyébként Magyarországon. Egy évvel ezelőtt meséltem nektek egy történetet, hogy Bükkfürdőn, fürdőben találkoztam a Fazekassal, és próbáltam jó pofa lenni, és mondom, és az Adrián azt mondja, még zuhanyozik. Hát kicsi volt az eső, hogy együtt vannak, és tulajdonképpen itt az történt, hogy az egyik ugye nem tartott be egy szabályt, elvették az aranyérmét, és a másik, aki minden szabályt betartott és már elutazott, attól is emiatt elvették az aranyérmét, és a Gyulai azt mondja, hogy elég könnyörtelenek voltak velünk, és más országbeliekkel nem lettek volna, mert megnézitek a listát, azért nem amerikai sportolóktól hemzseg ez a lista, miközben a fél amerikai atléta válogatott keményen doppingolt. Tehát azt mondja a Gyulai, hogy miután semmi más nem csináltak, mint azt mondták, hogy ez a szabály, egy jó ügyvéd lehet, hogy az egyiket vissza tudja szerezni. Én félek, hogy még rosszabb a történet. Igen? Én félek attól nagyon, hogy valójában ez a vada, ami ugye most lekaszabolja a pénzt a dopping ellenes, ezt tudta, hogy igen, biztosan. Csak amivel ő be tudta volna bizonyítani, akkor tulajdonképp az is kiderül, hogy ők se frankók. Sajnos, hogy könnyen lehet, hogy rosszabb a történet. Engem az egészben miután ehhez nem értek, amiről beszéltek, egy dolog borzasztóan nyomasztott, az az egy teljes napos sumákolás, amit mindenféle magyar sportvezető művelt ott, attól az estétől, attól az estéig. Már ezer egy változatot hallottam arról, hogy hol voltak azon az éjszakán, de arra, hogy én sportvezető vagyok, nyernek ott este egy aranyérmet. Azért engem izgat hajnali négyig, hogy hol a francban van az a szerencsét. Akkor nem megyek el berúgni, hogy van ez, hogy ott van még több száz léhűtő, ezek szerint találkoztál velük, mert ilyenkor marhasok vezető van mindig, meg főleg, amikor ünnepelni kell, odaállni melléjük, hogy én is ott voltam ám az aranyéremben. Nem, egy napig nem láttam senkit, aki valami... Nézd meg a nagy tímjának az olimpiai faluban, amikor fölköszöntötték, hát mind a kis táborban azért kérlek szépen, elővettek egy üveg pezsgőt, széttöltöttek, mint a öt papírpohárba, szolidan, nem volt ott semmilyen. Hát a Fazekas beült egy kocsiba és elment, nem tudták, hogy hol van, hol keressék. Hát, de én pont ezt mondom, jó, hát nem igaz, hogy ott vannak vezetők, én a Lacival ott értek, én a Lacival ott értek egyet, hogy azt nevetségesnek tartom, hogy most a kinek a nagyobb a felelőssége, hogy most a sportminisztériumnak, vagy a MOB-nak, vagy a... Itt nem erről van szó, itt arról van szó, amit az Imi mondott, hogy ez egy baromi rossz érzés volt, és elvették tőlünk a játékunkat. Elvették tőlünk azt, amit Latinovics Zoltán ugye jól írt, hogy a repülés öröme. Amikor nekem a női kézilabda csapat nyer, akkor én repülök, és azt megkönnyezem. Ugye, amikor a kalapácsvető nyert, akkor én ezt megkönnyezem. És ezt másnap nekem át kell értékelnem magamba, hogy most akkor én hülye vagyok. Azt mondom, hogy ott ülök egy sportorvossal, és azt mondom, hogy most már elegem a haza, meg akkor azt mondja, Béla, ne menj haza, mert nem mehetsz haza. Gondolom, én így okoskodtam magam. Jánoskám, hát ha 5 liter vizet megiszol, és nem akarsz pisilni, igen. Akkor nem, nincs más megoldás, mint hogy hazamész. Nem, azt mondták, akkor ott maradsz másnapig, vagy mit tudom én. 5 liter víz van a szabályban. Ő azt mondja, öt liter hogy nem víz van benned. Pisilni. Igaziból nem akart pisilni. Ja, hogy nem. Azt ja, azt próbáld egyszer ki, jó? Emelj hozzád, most. Iszol 5 liter vizet, és nem utána üldögélünk ott 3 napig, jó? Hogy magyarázzam én, mert van erre, megint interneten egy vicc, ugyanott találtam. Miért ment el Fazekas 3 óra próbálkozás után a dopping ellenőrzésről? Válasz, mert már nagyon kellett neki pisilni. Értem. Ja. És ebben tényleg aztán még az is borzasztó, hogyha kiderül, hogy valaki tényleg frankó volt, mert ezt a meghurcolást, amit valójában csinálnak velük, ezt ők nem érdemlik meg, mert
ahogy a Jucsus mondta, ettől még... Ők dobták a legnagyobbat. És nem, hát nem, hát tévedtek, rosszat csináltak, de ha csináltak, de ha nem, akkor aztán nem pláne. De könyörgöm, ők tévedtek? Hát nem csak ők. Tehát azt én meg mondták is, hogy most olyan trükkök vannak, hogy a David Merlin, vagy David Merlin, az kutyafüle hozzájuk képest, hogy már a hónaljából jön ki a fütyülője, és akkor innen átvezeti a lábak között, meg van tekerve négyszer, és a fan szörzetéből kijön egy szökőkút. Ezt én megcsinálom neked kütyülő nélkül. Ugye most megcsinálta ez a David Merlin, hogy betonba bemedne. Most minden újság tele, hogy leplezzük őt le. Hát egy illúzionistát nem kell leleplezni, ma ez egy trükk. Ezt kéne leleplezni, nem egy illúzionistát, akinek ez a szakmája. Nagyon köszönöm! Hölgyeim és uraim! Hirdetnék valamit, elfelejtettem, de most meg már nem felejtettem el, hogy a jövő héten pénteken leszünk. Azért van ez, mert a jövő héten szombaton elég későn fog boxolni Madár, és annyira későn már nem akartunk lenni, mert úgyis állandóan érkeznek hozzánk a levelek, hogy nagyon későn vagyunk. És gondoltuk, akkor most hamarabb leszünk, egy nappal. Tehát jövő héten pénteken leszünk, csak gondoltam, elmondom. De a boxolókra nem esett egy szó, hogy ott valami TV, Ameromban, vagy nem tudom, ki döntött el a boxmeccset. Ez mi volt? Mi van? Jani, te láttál ebből valamit? Nem úgy értem, hogy a boxmeccsből, az egész olimpiából, tehát az a televíziót. Csak nem volt bekapcsolva. A São Paulo-i tőzsde 2 kiló aranyat ajánlott fel annak a brazil maratoni futónak, akit első helyéről rángatott le a pályáról egy ír szerzetes. Az incidens miatt 10-20 másodperces hátrányt szenvedett el a 35 kilométernél 200 méterrel vezető Lima. A versenyző kiesett a ritmusból, ezért csak harmadikként ért célba. A bronzérem mellé a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól Fair Play díjat kapott. A sportoló valószínűleg megóvja a versenyt. Ez a szerzetes a tavalyi brit Forma 1-es nagydíjon is berohant a pályára, amiért 12 hónap börtönt és 5000 dolláros pénzbüntetést kapott, a szerzetes mostani szereplését 3000 eurós büntetéssel és felfüggesztett börtönnel honorálták. Ez jó lenne tűnni, hogy most merre jár, hogy itt legyen októberben a szocialista kongresszuson. Ja, lerántja a Kovács Lászlót. Gyerekek, baromi kényelmetlen ez a szék. Ne haragudj. Hozzon már neki is egy rendes. Egy vizeletmintát nem tudnék adni. Azt tudj, gyerek. Pedig elvállaltad. Be is van gyűrődve teljesen. Úgy értem a székben. Bemehet egy szerzetes a futóversenyre? Bárhova bemehet. Én ott voltam. Hát ha meg akar... Hol? Ott álltam. Megőrülök. Miért kérdezel így? De hát János, gondolod, hogy elindították a maratont? Előkted meg a szerzetes? Véletlenül? Hát azt mondja, hogy a Mimi ismeri az ír szerzetest, én fővelebben magam. A Miminek meg az Attilának volt 2 jegy a záróra. Nem kevered a pápával? Mert te ilyen körökben szoktál mozogni. Nem, és én... Most hogy hogy szereztek a harmadik jegyet, figyeld? Nem, és én elmentem a maratonira. Futni? Nem. Tudod, mi volt a borzasztó? Te kocsival már végigmentek. Ja, ismerted az utat? Nem. Az volt a borzasztó, hogy a vízilabdásoknak természetesen megvártam az eredmény hirdetését. És ezután metróval rohantam a maratoni futásnak, ugye a 40. kilométer táját kinéztem, hogy oda fogok állni. És kiszámítottam, pont 6-kor volt a start, hogy ők pont 8 óra érnek oda. És 8 előtt 10 perccel értem a legközelebbi metróval oda, és nekem pont 10 percem volt arra, hogy találkozzak velük, 2 irányból futottunk. Ők nyertek, úgyhogy... Meg, és láttad, effektív a szerzetesek, így vagytok. Nem, én a 38. kilométerre értem, ez meg a 36-nál tepelt. Neked pokoli gyarad lehetett tenni, komolyan. Szerintem meg akarta gyóntatni a szerzetet. Ne haragudj, te! De azért Imi... Tőled nem kértek vizeletet? Már ne haragudj, hogy annyira benne voltál a dolgok sűrűjében. Hát tudod, milyen nagy érték lehetett volna ott egy... Egy frankó vizelet? Az nagyon, az biztos. De tényleg, hogy lehet, hogy 2 különböző vizet? Hát nincs. Egyik a nagymamádé. Nem, állítólag nem biztos, hogy 2 különböző. Na most de hát egytől nem lehet 2 litert kérni, vagy? Ja, mi? Hát ja, legyen, nekem megvan a következő projektem. Lehet. Na. Te elindulsz következőleg 400 gátfutásba, mert azért az neked nagyon fekszik. Bolyan, megvan hozzá a magasság. Azért. Hosszú láb, nem? És én az első gátnál leteperlek. Csodálatos. Fölveszünk a 2 kiló aranyat? Utána meggyontatsz. És én beküldöm a vizeletemet. De könyörgöm.
és reklám következik, és utána meg hát még. Köszönjük szépen. Parancsolj! Jövő héten mikor lesz a heti happy? Most, hogy kérdezed, mert hogy még nem... Hogy pénteken lesz a jövő héten a heti, és azért van ez, mert... Miért van ez így? Madár... Már a nagyon királynő, talán nagyon későn, tennél. Nem, későn boxol Madár szombaton. De ez melyik nap? Szombaton? Hogy ez szombaton, Madár szombaton, de mi pénteken leszünk éppen azért, mert úgy gondoltuk, hogy akkor mi hamarabb vagyunk. Értik? Hogy mi a különbség a fogpiszkáló és a női mell között? Hm? Az egyik fogvájó, a másik fogvajó. Na, milyen? Fordítva is. Hogy az egyik törjön beléd. Jaj, na, jaj. A főzelék melegen, végigfut a beleken. A... Mi zajlik? Ja? Kis Pucsnak nevezte a vele történteket Megyesi Péter a közszolgálati televízióban. Kis Pucs, milyen a nagy Pucs? Kis Pucs. Én egyetben hozzáteszem szintén, hogy kis idealista lényke vagyok, és én mindig csapatban voltam. Én azt nem értettem az egész történetben, mert nekem ez a konspiráció nem egy olyan szimpatikus dolog. Független mondom attól, hogy most... Nagyon rossz miniszterelnök volt, közepes miniszterelnök, szóval ez nem is nagyon érdekel, de azt, hogy Winston Churchillnek tudta azt mondani Anglia, ugye, hogy figyelj ide, hát maga volt a legjobb miniszterelnök végül is a háborúban, de békében nekünk maga nem kell. Tehát én nem teljesen értem, hogy mi az, ami miatt nem tudtak oda menni 6 hónappal ezelőtt, és azt mondja, hogy hát Megyesi úr, nagyon megköszönjük, hogy maga nyert nekünk egy választást, tényleg szép dolog, úgy látjuk, nagy az akó, és innen mással képzeljük el. Én nem látok ebben semmi olyat, ami miatt konspirálni kéne nekem, veled, vele, és akkor nem akkor tudom, kis Pucs, nagy Pöcs. Igen, szóval nem tudom, hogy mi az, ami hát egy Churchillnek megmerték mondani, hogy figyeljen ide, hát háborúba kellett maga. Azért, mert ez nem egy egyenes ország. Ilyen egyszerű. Szerintem különleges volt ez a 2 év, de egy politológus ez jobban ért. Az én életemben rajta kívül volt más párton kívüli miniszterelnök? Párton kívüli miniszterelnök? Nem volt, Laci, hát nem volt. Mondjuk ki, nem volt. Hát magán kívüli miniszterelnökök azok. De értem alatta, hogy neki igazi hatalma nem volt. Tehát azért az imponáló bizonyos értelemben, hogy hatalom nélkül 2 évig. Tehát te azt akarod mondani, hogy nem az az érdekes, hogy most megbukott, hanem hogy 2 évig ott volt? Nem, én azt mondom, ez egy kuriózum. Tehát mindenképpen egy kuriózum, hatalom nélkül. Bár a Csulka kijelentett a tévében, hogy ők buttatták meg Söjtőn azzal az egy tojással, most mondta. Hát van annyira racionális magyarázat, mint a többi volt. A Horn Gábornak volt egy nagyon érdekes mondat a tévében. Azt mondta, hogy az egyik kérdés, hogy ezt most nagyon őszintén mondom, és a Mimi azt mondja a többit nem. Igen, ez egy ilyen szokványos fordulat, most megmondom őszintén, és addig hazudott mindenki. Ezt szokták mondani. Aha. Igen. Laci, te mondjál valami pár keresetlen szót. Hát én földolgoztam most már ennek a sajtóját, rádió, tévé, visszhangját, mindent. Egyedül ez? Azt nem értem, hogy létezik az, hogy ő nem tudta egyedül, hogy mi készül. Szóval miféle viszonyok vannak ott? Ő azt mondta, Megyesi Péter, hogy ő gyárilag naív. Hát igen. Na de hát a kérdésedre válaszolván, vagy mint aki, mert a Laci az engem tanított az egyetemen, tehát hívhatnám professzor uramnak is. Persze, én jártam, igen. Tiszta havas! Nem, hát nem a havas a könyvét írja, addig nem jön vissza, aztán kell a promó, megint ott fog ülni. Igen? Nem, hanem az, hogy
Hogy az én professzorom nem érti, hát akkor menjünk tovább a kérdésben. Tehát jó, nem tudtak leülni a miniszterelnökkel ezt így megbeszélni, hogy nagy az akkor is mással képzeljük, amiben én nem látok semmilyen különleges problémát. Majd utána ugye ők 8-0-ra megszavazzák Kis Pétert, és utána a Kis Péternek sansza sincs nyerni. Tehát akkor melyik részét ismerik a szakmának? Hát kiderült, hogy semmelyik részét nem ismerik, tehát de ami egy pártvezetésnél nagyon kínos, hogy a saját pártjukat sem ismerik, hát mert a másikat nem, az hagyján. De azért most hát tőle kérdezem, mint volt a pártvezető vagy, és hát kiderül most neked 4 nap után, hogy fogalmad nincs a saját párton belüli erőviszonyokról, azért az kínos. Tehát addig terjed a hatáskörött, hogy megbuktatni bárkit tudsz, de hogy utána mi van, azt már nem vagy képes átlátni. Azért ez a jövőre nézve nem túl biztató nap. Azért nem lesz, hogy mert pucsisták általában tudják, hogyha átvezik a hatalmat utána, mit csinálnak, de itt gőzük nem volt. A nyár legjobb történetét hagyj mesélem el nektek. Ugye régóta találkozunk, június 13-án voltak az európai parlamenti választások. És egy józsefvárosi vendéglőbe járok gyakran, és a tulaj mondta, hogy a választások napján vasárnap délbe bejött két hölgy hozzá, és tudta, hogy MSZP szimpatizánsok, és kérdezte, hogy hölgyeim voltak már választani? Azt mondja, nem, de nem is megyünk. Kérdezte, hogy miért? Azt mondja, azért, mert azt olvastuk, hogy a kis részvétel az MSZP-nek jó. Azt hittem, hogy ez jobb ennél. De, abszolút. Hát mondjuk én értettem, hát. A kiskocsma részét, azt. Mi volt tovább is? Ami ebben a néhány napban szerintem nagyon érdekes volt, hogy a zavaros helyzetben kénytelen volt többé-kevésbé úgy viselkedni minden érintett politikus nyilvánosan, ahogy egyébként viselkedne normális emberként, mert egyébként nem szorul rá. Szóval ilyen válsághelyzetekben többé-kevésbé ki kell ülni, állni, elmondani különböző dolgokat. Na most szerintetek bármelyik fél abban az 5 napban, augusztus 14-től 19-ig el tudta világosan mondani, hogy mit akar? Szerintetek nem? Vagy szerintem? Mert akkor bizonyos, akik ez a magyarázat mind a kettőtök kérdésére. Tehát, hogy lehet úgy dönteni, hogy fogalmad nincs, hogy a döntéseidnek mi lesz a következménye, de úgy csinálni, hogy aztán azért te nem vagy felelős, ez csak akkor lehet, hogy te mindenkit hülyének nézel. Bár az Na várj egy picit, szóval ne haragudj, csak azért, mert az imént azt mondtam, hogy ez nem egy egyenes ország. Akkor én most hadd beszéljek egyenesen, mert végülis nem beszéltünk egész műsor alatt arról, hogy nincs itt a Pista, a Verebes Pista. Uh-huh. És akkor én hadd mondjam el, hogy ez nyilván föltűnik, de nem beszélünk róla, hogy igen, a Pista most úgy gondolta, hogy most nem lesz itt velünk. De te ezt honnan tudod? Mert ő most ezt mondta. Neked? Igen, meg másoknak is ezt mondta, hogy most nem. És azt gondolom, hogy ez így jó, és rendben van, és én remélem, hogy meggondolja magát, és hogy én úgy gondolom, hogy érezze jól magát, és sajnálom, hogy nincs itt. Ezt akartam. Miután ennek a kérdésnek a kapcsán vetődött föl, én meglehetősen hülyén érzem magam, mert az ő helyén ülök. Mit gondolt a Gyurcsány? Mit gondolt a Gyurcsány? Nincsenek. Mi mondjuk itt hárman mindig itt vagyunk. De hát aztán a több jönnek, mennek. Nem is csináltak a pucsot. Legközelebb nem jövök én. De eszetekbe se jut pucsot csinálni. Dehogy nem. Mit gondolsz, miért nincs itt a Verebes? Csak nem képzelhet, hogy a Juci én csak vélet rád utalt volna. Hát simán kimondta. Itt az a baj, hogy csípőből kell mondani adatokat, és lehet, hogy rosszat mondok. Én úgy emlékszem, hogy Askenázinak van az az írása, Kiskakas az a címe. Kiskakas úr. Hogy állandóan a háborúba játszod? Háborúba állandóan egy telefonbetyár fölkelt és fölhívja. Igen. És igen, utána sokáig nem hívja. Kis tyúkot keresi a kiskakas. A kiskakas keresi a kis tyúkot, és nem tud aludni megvan ettől. Megvan még a tojása. És utána hónapokig nem jelentkezik, és utána végül jelentkezik, és a halál boldog, egy nagy kő esett le a szívé, hogy valami bajat történt a háborúban. Igen. Na, így vagyok a Pistával, hogy ugye mi állandóan cseszegetjük egymást, de nagyon jó lenne, ha ismét cseszegethetne engem meg én. Yeah.
hallatlan érdekes párhuzamokat teremtettetek. Amit Juci mondott, hogy ez nem egy egyenes ország, és ezen belül a politikai élete legkevésbé sem egyenes. Igen, tudom. Hogy maradhatunk ebben, nem? Azért akartam egy kicsit most erőbeszélni. De ez lehet, hogy mi is sumákolunk össze-vissza. Akkor én nem sumákolok. Nekem akkor teljesen világos volt minden, amikor Kovács László kiült a két hölgyel, sajtótájékoztatót tartani, azon a napon, amikor egyébként Megyesi Péter aznap a Népszabadságban még adott egy egész oldalas interjút, hogy így keményen, egyenes, világosan megmondta, hogy mit fog csinálni, annak a napnak a napilapjának le sem járt a szavatosság, amikor délután már kiült az elnökségnek a magva, és a két hölgy viselkedése, az volt nagyon érdekes. Szili Katalin így sütötte le a szemét végig, véletlenül se kelljen senkivel találkoznia. Lendva Ildikó így messze nézett az üveges semmibe. Kovács László meg megpróbált boldog lenni. Na most ez a három tekintet nekem mindent elmondott, levettem a hangot. Csak az arcokat néztem, és innentől kezdve nem érdekelt semmi. Semmi nem érdekelt. Egyébként a legjobb módszint gyakran sem leveszed a hangod, mindent megtudsz. Mondjuk operánál. Láttam én már jól előadást. Látod, ez jó volt. Bár az MSZP elnöksége 8-0 arányban Kis Pétert javasolta, a pártkongresszus a nagyfölénnyel 453-166 arányban Gyurcsány Ferencet választotta miniszterelnök jelöltnek Kis Péter ellenében. Hát kikérem ögtön magamnak a Kis Péter nevében, mert mondjuk inkább úgy, hogy a Kis Péter értékes ezüstérmet szerzett. Igen. Igen, de akkor még nem volt dopingvizsgálat. És volt egy remek javaslat a Kis Péternek, fölírtam, hogy egy javaslatot, egy pozíciót, egy programot és egy jelöltet vigyenek a kongresszus elé. De nem tévesztette össze ezt egy kis kongresszussal? De, hát ezt azóta is mondták sokan mások. Hát igen, ezzel magadnak megválaszoltad a saját kérdésedet, mert te kérdeztél, de te tudtad, hogy te válaszolsz. Ez vele még sose fordult elő. Mármi mit? Semmi. Azt akartam elmondani, bocsánat, hogy... Te is állandóan egy jelöltet állítasz. Nem. És mindig meglepődtök, hogy te győztél. De belerántottam magam ebbe, bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy pénteken leszünk a jövő héten, mert... De nem a izé miatt? Hogy nem a... az erdei miatt? De. Pont kitaláltad, mert a madárral történik az, hogy szombaton későn boxol, és akkor mi ezért pénteken leszünk. Ahányszor felébredek, mindig ezt hallom. Pénteken. És a boxban ott 8-0 lesz a pontozás? Mi? 8-0 lesz ott is a pontozás. Nem tudom. Ezzel összezavarta. Ja, összezavartam. Akarok felolvasni. Melyik 8-0 volt, gondoltam. Jaj. Mi nem menjünk ki, mert ha mi ott vagyunk, vége van. Mi? Mikor magyar voltatok? Busznak. Mert egyszer mentek ki. Kimentetek boxra? Igen. Halálosan. Igen. Csak ennyit mondok neked, egy szó. Csakon. Szóval a hír az volt, hogy Gyurcsány Péter 460... Gyurcsány Ferenc. Ez egy nagyon érdekes összeállítás volt. Egyébként arra, hogy Laci, de a Megyesi Ferivel mi van? Megyesi László van. De jó, hogy nem Gyurcsány Viktor mondtál, mert az... Egyik 19, másik egy mondják, hogy nem sok különbség van. A Kis Pétert is nem lehet, hogy azt asszociált össze? Persze. Egyértelmű. Hát ezen röhögnek. Na de lehet, Megyes is. Két Péter van. Hát sok Péter van, szívem. Ott van a Szent például. Na, bocsánat, még egy graffitit hagy már. A feleségem a legdrágább, legtürelmesebb, legszebb nő a világon. Fizetett politikai hirdetést hallottam. Választásokról beszélünk, és te végig itt velem szembezen a trónszéken ülsz. Te mi volt a legnagyobb pozíció, amit játszottál? Most ez a király, nem? Őrmester. Egyszer voltam udvarmester. Nagyszerű voltam benne. Nem, azért ez egy ilyen... Szóval ez úgy van, hogy most a Jánossal forgattunk egy új magyar és filmbe. A Hernádi Judit a női főszereplő. Az egyik. Ezt csak azért mondom, tényleg, még egy. Nem csak az ellenségeinknek mondom, hogy ránk van igény. És akkor azért úgy jelképesen vállalkozta a főszerkesztő úr, aki az Onodi György. De
De mi a szerepet a filmben? Király! Én vagyok a király. Egy vasú, nem vagyok. Várjál, de mi a keresztneved? Király. Király Fienő. Hát mit tudom, igen? Hát a forgatókönyvet nem olvastam, csak Jani mondta, hogy én vagyok a király. Azóta így ülök. Nem, a Timár Péter rendezi, a Juci játssza az én feleségemet, ő egy király, és nagyon... A Juci a feleség? Én azt hittem az egy. Hát három nap, negyedik, ötödik napja forgattunk, eddig az én feleségem volt. Várjál, nem fogjuk változtatni, ez nem lesz. Az a pasik, amiről beszéltem. Nem. A pasikban az ő felesége voltam, csak vele éltem. De... Annyira nem az önreklám, mert hát ez mondjuk tényleg egy jó film, ez nem erről, hogy kérlek szépen, a király elindul ebben a középkorban, játszódik ez a dolog, elindul árruhában, ragyogóan indul el, kérlek szépen, a király árruhában, mert meg van győződve, hogy a nép imádja őt, most megy az utcán a bajor, gyönyörű, és öröm volt látni, mert leköpik, lehányják. Erről szól a film. Ez a film történet. Ezt nem olvasta ezt a részt? Sem olvastam én. Bemegy reggel a bajor, lefestik őt, beállítják, tehát nem tudja, hogy mit játszik, de nagyon jó benne. Semmi áthalása nincs? Milyen-e? Áthalása? De, a szomszéd öltözőben megőrülök, állandóan alszik ez az állat, áthalom. És milyen az első köpés? Milyen? Milyen az első köpés? Ami rám jön? Meg lehet szokni. Kis ország, kis köpés, nem volna. Hányszor veszik fel? Hányszor veszik fel? Hány ingered van? Milyen hülye kérdés? A sajtó és az ellenzék egész nyáron támadta Demszky Gábor főpolgármestert 100 milliós horvátországi nyaralója miatt, de... Szerintem ez egy graffiti, ja? Bocsánat. Nem, a graffiti az, hogy a fiatalok 50%-a optimista, a másik felének nincs pénze drogra. Hogy... A sajtó és az ellenzék egész nyáron támadta Demszky Gábor főpolgármestert 100 milliós horvátországi nyaralója miatt, de a főkefétől kedvezményesen bérelt terepjárója, és a neki nem járó sofőr is okot adott Demszky kikezdéséhez. Én még azt hittem, az lesz a foglalkozása. Főkefe? Aha. Az még nem volt. De a terepjáról az eszembe, én azért egyet az én Druszántól megkérdeznék, hogy miért kell Budapesten fekvő rendőrt építeni? Hiszen tele vagyunk homorúban. Na de hol pillanat? Próbálkoztak vele, de nem fekszem le. Na de János, homorú. Tudom. Hát tiszta kátyú, aki Magyarországon gyorsan mer vezetni Budapesten, az egy hazánkból. Tudod mi? A fekvő rendőr státuszszimbólum. Szóval az utca, ahol nincs 5-6 fekvő rendőr, az egy szar utcának számít, érted? Az a státuszszimbólum, a mi utcánkban van 4 fekvő rendőr. Csak így mész végig. Meg a kátyuk. Az meg a Demszkijé. De figyelj, nem tudom, hogy minek. Van ekkora kis rövid szakasz, a végén van ott a rózsadomban, ott a izénél. Igen. Melyik villa van ott, amelyik bement már börtönbe, vagy kijött már, nem tudom. Jaj, Jucikám. Bement már, vagy nem, ki az? Igazából előbb-utóbb bemegy. Kasnádi, köszönöm. Mi? Ezt nem tudtátok volna mondani nekem? Na, honnan tudjuk a baromi sok ember közül, melyik van éppen börtön? Volt egy gyerek, hogy jaj, de jó, kijövök, ha egyszer bemegy. Mi tudtuk volna mondani, csak nem mertük, azért ez nagy különbség. Jó, na mindegy, szóval ott ez egy nagyon rövid szakasz, ahol ez, igen, a villa van, és ott egyszer csak jöttek ezek az út felizélő munkások, én nem gondoltam, azt a marhasok lukat betömik. Nem, csináltak 2 pupot, és maradt a többi luk. Hát ennek mi értelme? Eddig se lehetett azon gyorsan menni. Átlagban sima. Az is lehet, hogy a te villatulajdonosodnak már csak a teve hiányzott házi állatnak, és az az út készült, nem? De ne kanyarodjunk el, kérem, az eredeti kintől. Szóljál hozzá, drága feleségem! Ez a filmben van egy ilyen rész, de hát nem akarok. Na de ha lehet Bécsbet... De hát bocsánatot kért, na nem azt mondta nekem. Ha lehet Bécsbet cukrázdálja az embernek, akkor mi nem lehet Horvátországba egy... Ház, ahol lajtos kocsihozza a vizet, hát azért ez nem 100 milliós. De hát nem egy, hát, hanem kettő. Hát ha nem te fizeted, akkor nem gondolsz. A sofőr, az frankó.
a Bajornak is főkefe frankó, de az a ház azért nem volt annyi. Nem tudok ebbe beleszólni. Az az igazság, hogy mi nem voltunk még felkínba egyszerűen. Majd ha látom belülről, talán hozzászólok. Szóval... És már hat év alatt nem tudom hány ilyen politikusnak mindenféle házépítés, telek, ilyen-olyan ügyében belekaptunk, és kivétel nélkül minden alkalommal azt mondtuk, teljesen mindegy, hogy fideszesről volt szó, szocialistáról, kisgazdáról, SZDSZ-esről. Az volt a végső következtetésetek, hogy illene önmérsékletet tanúsítani, míg az ember hatalomban van. Most igen. Miért nem az a végső következtetésetek? Itt nekem... Mondtam én egy jó szót. Kérdezel? Én szerintem nekem ez a végső következtet. De maradj összeg a seggenere, amíg olyan pozícióban vagy, nem kell árakon mutatni, hogy mire volt igen, de az a baj, hogy úgy annyira régóta van már ebben a pozícióban, hogy már nem emlékszik, hát nem hogy tulajdonképpen mitől, én sem tudom, mi volt 16 évvel ezelőtt, nem is értem. Hát mi? Az is lehet, hogy kézzelik. Kiment két évvel ezelőtt Horvátországban, meglátott egy házat, ezek ez a magáéjé, ezt én vettem, és akkor már hát benne van a malomban, mit csináljon? És akkor mi akkor? De 100 millió különbe visszatért. És egy házban, akkor komázod, már nem mondja, hogy egyedül van a ház, ez már nem olyan jó, akkor legyenek még egy, ne legyenek egyedül. És hogy jut oda ki? Hát sítalpon nem mehet ki, csak kizé a telepje. Most fölviszik lajtos kocsival, most én nem akarok. Elvették a jogosítványát, tehát persze a sofőrkel. Nem, abszolút hunyó a sofőrbe, abszolút hunyó a bélésbe. Én csak a Horvátország miatt szóltam, hogy most úgy néz ki, hogyha valaki a határon túl csinál valamit, az már sötét gazember. Tehát, hogy te majd... is találkoztál spanyol királynőre? Jó, csak itten a kátyuknál meg a fekvőrendőknél. Koszovón menjetek át kocsival, és nagyon fogjátok élvezni ezeket a kátyukat. Azt is, hogy a Demszkét is igen. Nem. De másod nem szó. Jár fekvőrendőr van mögöttem. Nem. Lehet, hogy azért megy oda. Másod nem szólt a nyár, mint hogy Majorkán nyaralt a Megyesi, ahova bármelyik német sofőr elmehet nyaralni, ugyanennyi év. Oda már nem jár. Hogy Horvátországban van a Demszkinek háza, és hogy Portugáliában kinek a házába aludt az Orbán Viktor a futball EB alatt. Tehát ezek a hatalmas bűnök, hogy egy politikus kimegy a határon de túl. De hát nyár volt, meg kellett várni a puccsot. Teddy, minden hát esetben a Magyarország spanyol gyarmat lesz, áruló vagy. Ez biztos. Bele van a kezem. Alig több mint 100 postagalam tért vissza Magyarországra, abból a 3000-ből, amelyet augusztus 13-án engedtek el az aténi postagalam versenyen. De tudjátok mi, mert névtelen volt a feladó. A galambok valószínűleg... Szombathelyi galambok. A galambok... Üres szombathelyi galambok. Sej, a galambok valószínűleg viharba keveredtek, de tájékozódásukat az olimpiai közvetítések miatt a jóval intenzívebben működő műsorszóró műholdak is megzavarhatták. Vagy Csisztus Zsuzsát hallgatták. Én azt mondja, egyik galamb azt mondta a kormányválságban. Szarok visszajön. Szeretnék még valamit mondani, hogy pénteken leszünk a jövő héten, mert más van szombaton, és gondoltuk, hogy hamarabb kellene lennünk érték. 061-387-2144 az a mi telefonszámunk. Budapest 1119, Fehérvári út 89-95 az egy cím. A miénk? A teletek 636-as oldalát ma domlíték meg, és így a heti eltek kutat RTK.hu-t is tudom ajánlani, hogy írjanak e-mail cím www.rtk.hu az egy weboldal, azt is nézzék meg. A jövő héten pénteken leszünk, mert szombaton Madár majd egy meccset játszik, és ezért mi péntekre tesszük a heti hetest. Köszönjük szépen, találkozunk pénteken, mert akkor leszünk a viszontlátásra pénteken. Pénteken leszünk egy összön.